bár nyilván már mindenki lassan az Európai Parlament munkatársai, képviselői közül is karácsonyi hangulatba kerül. Fel is díszítettek egy csodaszép fenyőfát karácsonyfává itt az épület előtt. Minket más foglalkoztatott ma, hiszen a Brexit kérdése nagyon-nagyon-nagyon fontos probléma lehet nekünk magyaroknak is. Nem csak azért, mert elveszíti az Európai Unió az egyik tagállamát, hanem azért is, mert hogy több százezer honfitársunk él most már Nagy-Britanniában. Több százezer olyan többnyire fiatal honfitársunk, akik dolgozni, tanulni mentek el, és hát választottak maguknak egy új otthont. Nekünk foglalkozni kell velük, nekünk kötelességünk az, hogy figyelembe vegyük az ő érdekeiket, és azt képviseljük itt az Európai Parlamentben, ha már a magyar kormány ezt nem hajlandó megtenni. Na ezért néhány héttel ezelőtt, nagyjából egy hónapja, egy konzultációt indítottunk a Radikális Európai Demokraták Mozgalma a kint élő, Nagy-Britanniában élő magyarok körében. Egy olyan konzultációt, amelyben azt javasoltuk nekik, írják le, hogy mi az álláspontjuk, mik az érdekeik, milyen kérdéseik vannak, mit akarnak, mit követelnek az Európai Uniótól és Londontól abban a megállapodási folyamatban, amely ma is zajlik, most is zajlik, és amelynek pont kerül lassan a végére, legalábbis reményeink szerint. Na, erről a kezdeményezésről és erről a konzultációról szeretnénk most beszámolni önöknek, már csak azért is, mert a mai napon találkoztunk Verhofstadttal, Guy Verhofstadttal, aki az Európai Parlament főtárgyalója Brexit ügyben, és neki adtuk át azokat a javaslatokat, kérdéseket, követeléseket, amelyeket az angliai magyarok nekünk megküldtek. Ennek a részleteiről megkérem, hogy Mester Barna már számoljon be önöknek, a Radikális Európai Demokraták külpolitikai szakértője, ő az, aki összefoglalta Guy Verhofstadt számára is egy nagyon-nagyon szép kis kiadványban mindazokat az észrevételeket, amelyeket mi megkaptunk. Karácsonyi felvezetőt folytatva sajnos még jövő karácsonykor is a Brexitről fogunk itt beszélni az Európai Parlamentben. Ez is jelzi, hogy egy mennyire fontos ügyről van szó, és ezért is nem lehet a kint élő magyarok véleményét és aggodalmit figyelmen kívül hagyni. A konzultáció során 3387 darab beérkezett kommentből, véleményből, válaszból tudtunk válogatni, és hát világosan látszik, hogy a leginkább, az embereket leginkább foglalkoztató ügy az az állampolgári jogok kérdése. Ide tartozik például, hogy milyen módon tudják majd a nyugdíjaikat érvényesíteni, a nyugdíjogokat érvényesíteni a kint dolgozó magyarok, akár Nagy-Britanniában, vagy akár a Brexit után egy másik Európai Uniós tagállamban. Ide tartozik például az is, hogy letelepedett státuszért hogyan tudnak folyamodni a kint dolgozó magyarok. Ez azért is fontos kérdés, mert ennek automatikusan meg kéne, hogy adják a letelepedett státuszt a kinti magyaroknak, azonban mivel jelentkezniük kell ezért a státuszért, azt is magában rejti, hogy lehet, hogy elutasítják majd a kérelmeiket, ami szerintünk elfogadhatatlan, és ezért is ígértük meg azt nekik, hogy a konzultáció során beérkezett válaszaikból egy dokumentum csomagot átadunk Guy Verhofstadtnak, a Parlament Brexit ügyi főtárgyalójának, hogy ő is képviselje a magyarok érdekeit majd a tárgyalások során. Az állampolgári jogokon kívül sok kérdés érkezett még a felsőoktatási helyzettel kapcsolatban, kint tanuló diákok vagy Nagy-Britannia egyetemekre igyekvő diákok is kérdezték, hogy milyen változások állhatnak be a brit felsőoktatási rendszerben a Brexit hatására, de ugyancsak sokan kérdeztek például kinti vállalkozók, illetve kis- és középvállalkozást működtetők, hogy a Brexit miatt megváltozott kereskedelmi vagy gazdasági helyzetben hogyan tud majd az ő kinti vállalkozások érvényesülni, miképpen tudnak majd képzett uniós munkaerőre szert tenni, vagy éppen milyen állami támogatásokhoz folyamodhatnak majd, hogy a megnövekedett kiadásaikat fedezzék, hiszen teljesen új típusú piackutatásokat kell majd végezniük, vagy az unió és a brit fél között megváltozott kereskedelmi rendszerben hogyan tudnak majd érvényesülni később. Úgyhogy igencsak sok releváns tapasztalatot és kérdést kaptunk, amiket szintetizálva jutottunk most a Brexit Parlament főtárgyalójának. Talán annyit még jelképes is itt a zászlók előtt, ahogy állunk, az Európai Unió zászlaja az első, és ott a másik oldalon pedig a brit zászló.
valahol középen pedig a kettő közt a magyar. Hát nekünk az a dolgunk, hogy a két külső, két szélső zászló között zajló tárgyalássorozatban el ne felejtődjék a magyaroknak az érdeke. Ezért vállaltam, hogy EP képviselőként rendszeresen megyek. Fogadórákat tartok Manchesterben, Skóciában, Londonban és máshol is, és azért vállalta a Red, hogy ezt a konzultációt megszervezi. Sokkal fontosabb ez a konzultáció, mint az, amit otthon Orbánék elhazudnak, és Európáról, vagy éppen a nem létező soros tervről folytatnak. Azt ígérhetjük, hogy a Rednek lesznek még hasonló akciói. Köszönjük a figyelmet!